Egy ismert 56-os olasz dal éneklésével és tapsal reagált Orbán Viktor beszédére a közönség az Olaszország testvérei által tartott rendezvényen. A miniszterelnök közösségi oldalán maga is posztolt összefoglalót az eseményről. Ezen látszik, hogy a szélsőjobboldali párt vezetőjének virágcsokrot vitt ajándékba. A kormányfő a beszédéből is adott egy részletet. Három pillér, amire épül a rendszerünk. Mint mondta, három pillérre épül a rendszere. Az első a család, amelyet védeni kell, és amely világosan csak egy férfi és egy nő szövetsége lehet. A család mellett a másik pillér a nemzet, illetve a keresztény szabadság. Tudnunk kell, hogy mi kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben vagyunk a nép és az emberek között. A kormányfő az olasz belpolitikáról csak annyit mondott, hogy ott leválasztották a népet a kormányról. Nagy tisztelettel viseltetve az osztályfőnök iránt, azt kérdezem, hogy az ő szónoki teljesítménye egyáltalán szereplése, mint színész, tehát hogy a Gólem Színházban számítanál erre? Hát meghallgatnám, hogyha jelentkezik. Egyébként szerintem ebben nem rossz, de az, hogyha valaki, sajnos azt tudom mondani, hogyha valaki szélsőjobboldali oldali pártok rendezvényén szólal fel, akkor a Gólem Színházban már ne jöjjön, mert nagyon kicsi az esély, hogy olyan jó színész, hogy nálunk munkát kap. Ugye annak idején a Fodor Gábor mondta azt, hogy az identitását kereső ember gyakran eltéved. Bár most már úgy tűnik, hogy az osztályfőnök elnyerte az identitását, úgyhogy valószínűleg nem tévedt el. Én érdekesnek találom azt, hogy akár a magyar sajtó, hogy neki rohant Orbánnak azért, mert elment ennek a Mussolini örökségét nyíltan fölvállaló pártnak a éves évadnyitó rendezvényére, ott közszerepelt, és beszédet mondott, és együtt mutatkozott, és fotózkodott velük, sőt, énekelt is talán, de legalábbis tapsolt. De énekeltek neki. Énekeltek neki, és ő ezt megtapsolta. Én meg hálás vagyok neki, mert tulajdonképpen az úgynevezett független vagy ellenzéki sajtó nem győzi állandóan sejtetgetni a kormánypártnak azokat a vonzalmait, amelyeket például akár Mussolini rendszerével is táplál, és ez eddig mindig meg volt cáfolva. Most gyakorlatilag azt hiszem, hogy ugye egy kézzelfogható bizonyos. De nekem, hogy az, hogy a Gólem Színházban nem kap vastapsot, de az itthoni közönség nem fütyüli ki, az csak azt jelenti, hogy a Gólem Színház kisebb? Nem. Az, hogy valószínűleg neki igaza van. Amiben? Abban van igaza, hogy nagyon sokan mellette állnak, nagyon sokan gondolják úgy, hogy Orbán kimondja azt, amit ők gondolnak, tehát Orbán valószínűleg nagyon okos ember, mert ugyanaz a véleményük, mint nekik. Most más kérdés az, hogy azok a közös igazságok, amelyekre ő hivatkozik, azokat egy, mire használja, kettő, ennek a nevében mit és hogyan cselekszik, és azokat, akik ezeken a kívül igazságokon kívüles, állnak kívülesnek, hogyan kezeli. Na most ezt felejtik el sokszor megnézni. Ha már színészi kritikát nézzük, akkor ezt is meg jó, csak akkor neked is címezhetem, vagy bárki másnak, ugye el is magyarázza, hogy itt az van, család, nemzet, keresztény szabadság, és a keresztény szabadságot úgy magyarázza, hogy jogunk van megvédeni a saját keresztény életformánkat, szabadok vagyunk, hogy megvédjék azt, és éppen nem régen beszélgettem valakivel, aki azt mondta, tudom, hogy sejtelmesen hangzik, hogy hát érdemes lenne megmutatni ennek a politikusi gárdának, akik most a mi osztanáraink és az igazgatóságban van ezt a keresztényi életformáját, mert hogyha erről kapnánk valamilyen RTL klubos elnézést, valóságsót, akkor meglepődnénk, hogy ők milyen módon élnek. Tehát, hogy ez ebben vajon az osztályfőnök tisztában van-e, vagy nem zavarja? És egy miért zavarnál, kettő azt mondtad, hogy a közönség miért nem. Miért, milyen közönsége van? A nép. Hát dehogy a nép, dehogy a nép, dehogy a nép. Hát ezeken a országértékelő, nem tudom milyen gyűléseken a saját emberei ülnek, hogy nyilván nem fognak füttyögni. Nem azért, mert nem tudnak, hanem mert félnek. Egy, kettő. Amikor kiáll valahova, akkor a különböző hatalmi szervek az esetleg másképp gondolkodókat Pestről Budára terelik át, vagy Budáról Pestre. Tehát ne legyünk már ilyen képzetekben, mert a nép itten szó nincs róla. Miért nem vállal nyilvános vitát?
Na ott lehet, hogy kifütyülnék esetleg, nem tudom. Ez az egyik, a másik. Mit is mondott, hogy a kormány, olasz utoljára kormány... Utoljára aztán focipálya átadom fütyül. Na hát az meg a másik. Ugye az a 128 ember valószínűleg örült, aki kijár oda. Hogy az olasz népet elhagyta a kormány. Hát más se hallok itt a Fidesz médiától, mint hogy hát minket ennyivel választottak meg, tehát ez a felhatalmazásunk. Olaszországban ez nem működik. Ott pedig ez a nép nem azt a kormányt minősítette elfogadhatónak, akit Orbán Viktor, következésképp akkor ott nem működik ez a történet. Jó volna logikusan gondolkodni. Ez nem feltétlenül illogikus, azt támogatja... De illiberálisan illogikus. Nem, abban valóban Orbánnak igaza van, nem. Hogy az olaszok megkerültek egy általános választást, amit a Salvini ki akart kényszeríteni, és bizony el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen általános választás eredményeként a jelenlegi kormányzat nem kapott volna többséget, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy Salvini kapott volna többséget. A történet az sokkal inkább arról szól, én szerintem is Orbán azért is vállalja be a kapcsolatot és az együttműködést ezekkel a Mussolini utódokkal, mert ő gyakorlatilag új csapatot, új tábort kell szervezni magának. De Zoli, akkor azt mondjad meg, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak hasonló eseményére, ami éppen nem Olaszországban van, miért nem megy el? Mert európai szövetségeseket keres, és nem magyarországi szövetségeseket. Magyarországi szövetségesekkel különböző okok miatt kitűnően el van látva minden, a társadalom szinte minden szférájába. Az pedig, hogy ő Európában milyen erős, az meghatározza azt is, hogy adott esetben például a folyamatban lévő néppárti, európai néppárti vizsgálatban milyen eredményre fognak jutni a három bölcsek, akik majd az ő sorsáról, meg a pártjának a sorsáról döntenek. Ki van mögötte? Ez a női kvóta. Hihetetlen, nem tudom, hogy ott miért nem vették figyelembe. Abban egyetértek, hogy ez azért korábban kezdődött, tehát beszéltünk is itt róla, néztük, ahogy ugye az EP választás előtt ugyanígy kellett a Salvinékkel parolázni, ugye mentek kerítést nézni együtt. Meg ilyen hasonló fantasztikus programok voltak, ez tulajdonképpen annak egy ilyen utójátéka. De egyébként az meg, hogy a nép ne szeretné, ezt csak felvetném, hogy nagyon tanulságos megnézni a közösségi oldalon azt a, tehát a reakciókat arra, amikor feltöltötte erről a képeket. És az a címe egyébként, nem tudom, hogy láttátok, egy Barátokkal Rómában. Tehát kifejezetten így, hogy barátokkal, ugye Olaszországban mi történik. És szabályosan ugye a magyar kommentelők, ugye az ő oldalán nyilván ez egy nem reprezentatív, hanem egy válogatott közönség, de egyszerűen zabálták. Tehát olyan szinten rajongtak érte, hogy tessék, nem csak itthon ilyen okos, hát odament, megmondta, lámot is mennyire szerették, énekeltek, táncoltak, minden. Az volt egyébként a legviccesebb, hogy a selfie az egy külön topik lett egyébként ott pillanatokon belül, mert hogy irigyelték, tehát hogy miért csak az olaszokkal lehet ott selfizni meg minden, mert ugye ez volt az egyik ilyen főműsorszám, tehát szabályosan jöttek a jelentkezések egyébként így virtuálisan, hogy ők is szeretnének menni. Tehát nagyon-nagyon tanulságos belelátni Magyarországnak ebbe a részébe, nyugodtan sohajtos, de egyébként tényleg nagyon tanulságos, tehát megnézni azt, hogy milyen fokú egyébként az imádat, és milyen szinten gondolkodnak máshogy emberek, erről, hogy mondjuk ott parolázik gyakorlatilag tényleg szélső jobboldali pártokkal. Ismerkedjünk meg, akasszatban mondjál. Mondhatok. Természetesen. Én nagyon hiszek a szavak erejében, ezért foglalkozom színházzal, és amikor ez a keresztény szabadság elhangzik, és még el is magyarázza, hogy mi ez, és utána pár nappal később a 8. kerületi Aurórába a Budaháziék bemennek egy zárt körű rendezvényre, hogy megvédjék, bocsánat, nem tudom szó szerint idézni az ő keresztény szabadságukat az LMBTQ rendezvényre, és így odaállnak az részvevők mellé, hogy na mi van, nem csak semmit, ez belefér a demokráciában, nem csak bejöttünk ide, szabad, nem zavar, nem félek, nem félemlítelek meg, nem? És a rendőrök 2,5 órán keresztül ott állnak és nem lépnek be, akkor arra gondolok, hogy ezt nem teheti meg a magyar kormányfő, vagy ha megtette, akkor legalább az államfő álljon ki és mondja azt, hogy gyerekek, ez nem működik. Ennyire vagyunk attól, hogy nem is tudom, nem csak áll diktatúra legyünk, hanem valódi, hát nem lehet ezt csinálni. Megőrültem tegnap, amikor a Mérce élő, bocsánat, ez is termékmegjelenítés, láttam ezt folyamatosan egy órán keresztül, és azon gondolkoztam, hogy most kellene oda menni, de akkor mi összeverekszünk, és akkor közbeszólnak a rendőrök? Hát a szöveg és a valóság mióta esik egybe itt ebbe az utóbbi nem tudom hány évbe. Mennyi Rolandra nem marad idő?